Szűk keresztmetszet fókusz elmélet az, amire neked most leginkább szükséged van, és ez segít az előző videóban említett hatékonyság növeléshez. Úgyhogy beszéljünk ma erről, egy fejezetet fog neked elmondani nagyjából az új készülő könyvemben, ami sajnos elsőleg németül fog megjelenni, de megérem, utána megpróbálom magyar is lefordítani, ha már nyilván az totál ráfizetés. Úgyhogy üdvözöllek a napi vitaminban, vagy a sikervitaminban, ami segít vállalkozásod fejlesztésében, majd titok elárulásában, vagy új vállalkozásod elindításában. Kezdjük is el! Szóval ebben a videóban is inkább a hangra figyelj, a képek csak az öröm miatt vannak föltéve, hiszen ezt éjjel az autópályán lefelé megyek a hajómhoz, ekkor veszem föl diktafonnal autóban, úgyhogy a hangra figyelj. Szóval van egy könyv, most írok, Dupla Profit az a címe, németül fog megjelenni. A pontos címe az, hogy Dupla Profit, avagy a forgalom az rossz cél. Tehát, hogy a forgalmi célokat tűzöl ki, az rossz cél. Ez németül egyértelmű, magyarul egy kicsit meg kell magyarázni. Nem lehet tökéletesen fordítani magyarra. De ami a lényeg ebben, hogy gyakorlatilag arra kell törekedni, az előző videóban is beszéltem, hogy a hatékonyságot növeld, ezáltal a profitod is nőni fog, és onnantól kezdve bármilyen válság jön, te leszel a túlélő. Minden iparágban lesznek túlélők, a hatékonyságot meg tudod növelni, és a legjobb hatékonyságú leszel, akkor te leszel a túlélő. Nem a legjobb termék, nem a legolcsóbb cég, hanem a leghatékonyabban működő, leginkább profitábris cég lesz a túlélő, akinek lesz ereje és tartaléka, nem pénzbe tartalék, hanem profit tartaléka az árban, amivel túl tud élni bármilyen plusz nehézséget. Úgyhogy beszéljünk már erről. És ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy nem tudod egyszer az egész cégedet javítani. Tehát meg kell kerested azt, ahol legjobb beavatkoznod azért, mert ott a leggyorsabban és a legjobb eredményt, legnagyobb eredményt tud elérni. Úgyhogy mi az, amit érdemes tenned? Igen, azt kell tenned, hogy meg kell keresned a szűk keresztmetszetet. Nézd meg, hogy hol van a vállalkozásban az a szűk keresztmetszet, amely leginkább rontja az egészségét, a hatékonyságát a cégednek. És itt beszéljünk egy kicsit, a Manfred Mavis professzornak hívják, aki az egész teóriát, vagy az egész stratégiát kidolgozta, EKS-nek nevezzük, tehát ENK-PASS Concentration, azt hiszem, Concentration Strategy, tehát magyarul a szűk keresztmetszet fókusz elmélet. És ez vissza kell mennünk a biológia az emberi testhez és az orvostudományhoz. Ha történik egy baleset, mondjuk beszállítanak egy nagy autóbaleset után egy beteget a kórházba, akkor valószínűleg lesz egy vagy két kificamodott ujja, vagy kitört ujja, vagy megrándult ujja, lehet, hogy el lesz törve a lába, mondjuk ugye a lábnál sok sérülés történhet, a légzsák mondjuk megmentette ezért, lehet, hogy kitört még egy-két foga, és ki van ugorva mondjuk az állkapcsa, de ami legnagyobb gond az, hogy mondjuk valami megszúrta a tüdejét, vagy megütötte, és ezért el van törve két bordány, mert belső vérzés veszélye van. És ha ránéz a doki, azt mondja, hát figyelj, de a legegyszerűbb ki van ugorva a váll, azt tegyük helyre, ugye az a legkönnyebb azon megcsinálni. Aztán megnézzük, hát az ujja nem, hát az ujja ezért egyszerű, gyorsan két ilyen fa pálcikával meg kis sínne berakjuk gipszbe a lábatörését, azt is szépen megcsináljuk, és szépen az egyszerűbb terindul megcsináljuk. De amire végeznek, már meghalt a beteg, mert tele van a tüdeje vérrel. Tehát mi az első, ami fontos? A szűk keresztmetszetet megkeresni. Azt, ami a legnagyobb veszély az életenergia áramlására, vagy magyarul a túlélésre. Tehát nem számít, hogy el van törve keze, lába, orra, nem tudom micsoda, meg vérzik, nem tudom én valami, meg ki van ugorva a válla, meg vérzik, nem tudom én a vállán egy seb, azt maximum letapasztják, és még plastikai sebészet, tehát kell mondani után sem, meg egyebek, hanem mit csinálnak, megnézik az életfunkciókat, és ezek a tüdővel van gond, hoppá, egy erős több orda tört, amely befelé vérzést okoz, tehát először megszüntetik ezt. És akkor mindez megvolt, megnézik, mi a következő veszélyt okozó. Igen, mondjuk a lábtörés ilyen, mert egy nyílt törés, fertőzés veszély van, azt kell helyre tenni, mert a fertőzés ugyanúgy egy nagyon komoly a lábba elvesztését jelenteti, mint egy barátom fiánál egy vadászbelesetben, sajnos a tatabányai kórházba elfertőzték, és egy 20 éves srácnak mankóval kell, meg tolókocsival járni, mert amputálni kellett a lábát, mert elcseszték. És utána, amikor mind megvan, akkor erre teszik a végén a vállát, meg egy kicsit majd megplasztikázzák a sebeit, meg az ujjait is begipszelik, meg minden helyre tesznek. De hol kezdik? A legszűkebb keresztmetszetnél.
És ez van a vállalkozásban is. Tehát a vállalkozásodat rendbe akarod tenni, a vállalkozásodat fel akarod készíteni a válságra, a vállalkozásodat hatékonyabbá akarod tenni, akkor nem ott kell kezdened a legkönnyebb. Nem ott kell kezdened a legkönnyebb ezt megtenni. Ugye az előző esetnél a kiugrott váll, amit vissza lehet patintani könnyen. Hanem mi az, ahol elkezded? Ott, ahol a legnagyobb probléma van, ahol legjobban megakad a folyamat áramlása. Ez úgy kell elképzelni, hogy a cégbe belép egy ügyfél, az ajánlatkérésnél, vagy a megrendelésnél, és kilép, amikor kifizette, teljesítve van az egész szolgáltatásod, vagy terméked. Tehát amíg benne van a cégbe, az egy folyamaton megy végig. És azt a szűk keresztet megkeresned, ahol föltorlódnak, vagy gond van az ügyfelek kiszolgálásával, nem tudnak olyan tempóval tovább haladni, hogy az egész cég egészségesen működjön. Akkor megtalad ezt a szűk keresztmetszetet, akkor a fókusz, szűk keresztmetszet fókusz elmélet, az azt jelenti, hogy kinézel a következő hónapot, és csak erre az egy területre gondolsz. Magyarul a tüdőt mented, jelen esetben lehet például, hogy mondjuk a példáként azt hoztam a könyvben, amit írok, ahol ez a fejezet való tulajdonképpen, hogy megnézed, hogy a termelés, hiszen jönnek be az ajánlatok, tele vagytok ajánlatokkal, megrendelések, és a termelésnél lassan halad a dolog. A raktár valahogy nem jól szolgál ki, és utána ott van a következő lépcső, a kiszállítás, a kiszállítok meg ott lédörögnek az udvaron, mert nincs elég áram, ki tudnának vinni, meg össze-vissza a raktár nagyon sztoasztikusan, tehát életlenszerűen össze-vissza adja ki az árut, nem tervezhetők az utak, egyebek. És akkor mondod azt, hogy hát az a baj, lődörögnek a sofőrök az udvaron, nem elég haték, hogy akkor őket teszed rendbe. Nem tud rendbe tenni, mert a folyamat előtte levő részével van a probléma. Mondod azt, hogy többet töltesz a marketingre, még több megrendelés legyen. Ez nem fog segíteni, mert nem a megrendelésekkel van a kiszolgálással, a raktárral van a gond, komissiózással. Ugye én ebből diplomáztam egyébként közlekedésmérnökként, raktározás, szállítmányozás, ez a fő diplomat területe. És mit kell ilyenkor tenned? A szűk keresztmetszet fókusz elméletre ránézel, magyarul. A raktárnál, a komissiózásnál lehet, hogy túl sok útvonalat mennek, lehet, hogy túl sok papírmunka van, lehet, hogy nincs ellenőrzés, lehet, hogy túl sok van, vissza kell javítani, lehet, hogy kevesen vannak, lehet, hogy a szoftver mindig ledöglik, lehet, hogy nincs elég terminál, öten dolgoznak, és három terminál van, ahol tudják nézni, vagy nem jó a módszer, ahogy ki van nyomtatva, vagy nincs kinyomtatva, vagy nincs a vonalkód olvasó. Tök mindegy. De ha helyre teszed, és a kapacitását 2-3-4-szeresére megnöveled minimális költségnövekedéssel a raktárnak, akkor ez csak mi történik? Jönnek be a megrendelések, és a raktár szórja ki az árut, alig győzik a kiszállító. Igen ám, akkor megnézed, tehát egy hónapig nem foglalkoztak a kiszállítókkal, csak a raktárral. Letelt a hónap és rendbe tetted, akkor jó. Ha nem, akkor még egy hónapot rászállsz. Egy hónapig csak avval foglalkozol. A másik területre rá sem nézel, úgy, mint a kiugrott vára. Majd ezt követően, amikor helyre tetted, akkor ránézel, hol van a szűk keresztmetszet. Jó eséllyel a következő szűk keresztmetszet az a szállításnál lesz. Nem jól szervezik az útvonalakat, nem tudom én, túl kevés hogy nevezik ezt a sofőrök, vagy a sofőrök mind délelőtti műszakban vannak, két műszakra átrakod őket, akkor kevesebb autó elég, váltani tudják az autót, és így tovább. Túl gyorsan mennek, beszereznek egy GPS-t, az autópályán nem fognak a nagy dobozos furgonnal 150-nel száguldozni, és másfélszer vagy kétszer annyi fogyasztást generálni, hanem ellenőrzöd őket, hogy csak 120-szal menjenek, az időveszteség Magyarországon nem lesz olyan nagyon nagy, viszont a fogyasztás leesett 30%-kal, nem tudom, szülöd, de hogy ez a 140 helyet néz csak 110, akkor legalább 30-40%-ot megspórolsz üzemanyagban, nézz utána, számolj utána, így van. És ha rendbe raktad a kiszállítást, a raktár is gyors, akkor azt fogod látni, hogy hát többet is el tudnátok adni, és akkor jön a sales. Ugye akkor taposol rá a sales, és akkor jön a marketing. Tehát fokozatosan, amikor megoldasz egy szűk keresztmetszetet, akkor megkeresed a következő szűk keresztmetszetet, mondjuk a következő olyan promotor áramlási probléma van. És hol tudod kideríteni, hogy hol van ez a probléma? Most ezt vagy direktbe látod a cégbe, de lehet, hogy nem látod, mert túl bonyolult a folyamat. Akkor nézd még a cégeden, mászkáljál végig, mindent ülj le egy napot, figyeld az embereidet, hogy hol van a legnagyobb stressz, hol van a legnagyobb veszekedés, hol van a legtöbbször vita, hol van a legtöbbször hibázás? Hol van a legtöbb stressz? És a többi helyeken meg unatkozás van, vagy nincsenek kihasználva az emberek. Akkor a stressz helyzetet nézd meg, ott lesz valószínűleg a szűk keresztmetszet.
És ez a stratégia lényege, itt tud megduplázni a forgalmadat 2 év alatt, erről ez a könyv, ami onnan először németül, majd talán magyarul is meg fog jelenni, hogy keresd meg a 7 terület, ugye 7 pillérére szedtem szét a vállalkozás fejlesztését, a 7 pillérből melyik az, amik a szűk keresztmet, és azt tedd helyre. Egyébként, ha ma megkérdezek embereket, vállalkozókat, hogy mi a legnagyobb problémád ma a cégben, nem biztos, hogy érzelik, mi a szűk keresztmetszet, mi a legnagyobb gondod, mi okoz neked a legnagyobb fejtörés, stressz, akkor nem tudom, te tudod, mit szoktak válaszolni. Jó, nem egy személyes cégekről van, szóval ezt hozzá kell tennem. 90%-ban azt mondják, hogy az emberekkel van gondom. Mit kell ilyenkor tenned? Igen. A vezetői képességedet kell fejlesztened, mert te vagy a szűk keresztmetszet. Saját magad. A vezetői képességedet fejlesz. Ebben kell jobbnak lenned. És ez egy olyan terület, ami egyébként udalmasnak tűnik. Ráadásul nem lehet mást hibáztatni, mert te vagy a főnök, tehát nem tudsz mutogatni bárkire. Nem tudod elintézni pénzzel, hogy azt nekik több pénz, vagy bármit, hanem vezetned kell az embereket. Ó, kapcsolatba kell kerülni velük. Foglalkozni kell az emberek személyiségével, problémáival. Ó, micsoda bonyolult. Megszel könyveket? Lehet, hogy azt mondod, tehát jó, ma sokkal izgalmasabb egy Facebook stratégia, ugye? Sokkal szexibb. De azt tényleg kell tenned, mert az emberek a szűk keresztmetszet a legtöbbször, és egyébként a hatékonyságot nézzük, akkor az emberek a legszűkebb keresztmetszet a hatékonyságban is. Mert egy motivált ember, amiről nyilván sok könyv van már, és én időről csinálok videókat, egy motivált munkatárs az bizony 2-szer, de van olyan terület, ahol 3-szor, 4-szer jobban tud teljesíteni. Ugye vannak a lineáris munkaterületek, ami annyit jelent, hogy mondjuk, nem tudom én, varrónő. Ugye, ott van, lehet a legjobb és a legrosszabb között mondjuk 1,5-2-szeres teljesítménykülönbség. Tehát mind a kettő jó minőséget csinál, az egyik, nem tudom én, 1 óra x inget var össze, a másik meg 2-t, ugye? De 5-szörös nem nagyon lehet. De vannak olyan területek, a sales terület lehet ilyen például, a marketing lehet, ugye azt én összemondtam, már lesznek nevezem. Tehát a már lesz lehet ilyen, akkor ilyen lehet például nagyon sokszor a kiszállítás is. Ilyen lehet például akár a raktári munka is, ahol a jó és a rossz között nem 2-szeres, hanem 5-szörös, 10-szeres különbség is lehet. Tehát képezned kell, és vezetőként vezetned kell az embereket. Ez lehet, ami nagyon sokat növeli a hatékonyságot. Tehát keresd meg a szűk keresztmetszetet, az lehet, hogy pont az emberek meg ugye az te vagy, mert te vetted föl őket, nem az ő hibájuk, hogy ott dolgoznak, hanem te vetted föl őket, te nem képezted, és valószínűleg beleestél abba a hibába, mint a 95% a vezetőknek, hogy fölveszel egy embert, majd te magad tudatlanságból, persze nem rossz szándékkal, de a meglévő motivációt is tönkreteszed. Hát sajnos ezt gyakran látjuk ilyet. Úgyhogy dolgozz a szűk keresztmetszeten, és te leszel az, aki ebből a válságból nyertesként kerül ki. Mert minden a változtatás, amit elvégzel egy válságos időszakban, és ezáltal egészségesebb, jobb, erősebb, stabilabb lesz a céged, az 10-szeres értéket fog majd kapni akkor, amikor megszűnik a válságos helyzet, és jó profitrátával, stabilan, jó csapattal működő cég rakétaként lesz piacvezető, amikor elmennek a felhők, kitisztul is egy fejlődő, jobb időszak következik. Tehát a jövőbe fektetsz ezzel is, nem csak a túlélésbe. Úgyhogy ezt jelent meg egy sok sikert. Ha van kedved, csatlakozz a Mastermindunkhoz, de egyébként fog indulni egy teljesen új szerkezeti üzleti klub, ami nem ilyen közvetlen és nem ennyire mély coachingot jelent, de egy komplett tananyagrendszerrel, élő szemináriumokkal és havi coaching lehetőséggel lesz egyébként egy kicsit olcsóbb, nem sokkal, de egy kicsit olcsóbb olyan üzleti klubba csatlakozunk, ahol azt ígérjük neked, hogy 2 év alatt velünk együtt megduplázod a profitodat, és egy erős, stabil céged lesz. Ezt neked sok sikert. Nézd a videót, remélem tetszettek a képek, álomszép dolog. Ezt úgy tudod elérni, én is úgy értem el, hogy sok pénzt kerestem. Ebbe tudok segíteni, mert ehhez értek. Többiek pofászni tudnak, én pénzt tudok keresni. Sok sikert, ciao.